Sziasztok! Ez a Pergamon Rehány Szavak csatornája, és a mai videóban két Libertin kiadós könyvről fogok beszélni. Megnyílt Szabados Ágnes könyvesboltja és könyvkiadója, és úgy gondoltam, hogy szétnézek az oldalán, mert egy webshop is tartozik ehhez a kiadóhoz, és igazából az adta az ötletet, hogy a reggeli nevű reggeli műsorban Peller Mariannal csináltak interjút azzal kapcsolatban, hogy megjelent egy könyve, és hogy ez a Szabados Ági kiadónál jelenik meg. Na most felmentem a webshopba, gondolván meglesem én ezt a könyvet, és amint megláttam még egy könyvet, úgyhogy végül is kettő könyvet rendeltem a kiadótól. Az egyik Peller Mariantól a Végtelen kísértés, a másik pedig Szabados Ágnestől az Időnyerő. Na most ez két nagyon különböző kötet, és szerettem volna mind a kettőről beszélni és bemutatni, mert sokan kérdeztétek, hogy mi is ez az Időnyerő, nagyon szépen néz ki, olyan, mint egy könyv, de mit takar ez? Illetve nagyon szerettem volna beszélni Peller Marian könyvéről is, mert ez egy egészen különleges kötet, és az is egészen különleges, hogy Peller Marian úgy írta, hogy semmilyen írói ambíciói nem voltak, hanem egyszer csak a karantén alatt, a korlátozás alatt megszállta az ihlet, vagy valami, és úgy gondolta, hogy ezt neki most meg kell írni, és ez engem annyira felcsigázott, hogy kérdés nélkül megrendeltem, és már el is olvastam, úgyhogy erről fogok most bővebben beszélni, utána pedig bemutatom nektek belülről, hogy hogyan is néz ki ez az Időnyerő, és egy oldalt ki is fogok tölteni most, mert alapvetően én ezt jövőre tartogatom, de attól még szerettem volna mindenképpen megmutatni nektek. Vágjunk is bele, először is hagyd mondjam el, hogy mennyire gyönyörű ez a könyv. Csodálatos, letisztult, próbáltam egy kicsit hozzáöltözni, és a belseje is így néz ki, szerintem nagyon szép. Ez a történet egy spirituális romantikus sztori. Na most, hogy mit jelent ez? Azt nem gondoltam, hogy ennyire fontos témája lesz a spiritualitás. Pedig egyértelmű, mivel Peller Marian is az életében foglalkozik a spiritualitással, és ez nagyon-nagyon erősen megjelenik ebben a könyvben. Úgyhogy, ha erre nem vagytok nyitottak, akkor ez nem a ti könyvetek lesz. Viszont, ha egy kicsit is érdeklődtök ez iránt, akkor érdemes elolvasni ezt a könyvet. A történet egyébként egy szerelmi háromszög, tehát itt van a főszereplőnk Annabella, aki boldog házasságban él a férjével és a kisfiával, tényleg semmi nem hiányzik az életéből, nagyon karrierista színésznő, és mindene megvan, amit csak szeretne. A történet legelején éppen egy filmszerepet kap, és itt ismerkedik meg Johnnyval, vagyis Blaskó Jánossal, aki egyszerűen furcsa benyomást tesz rá, és az elején egyébként nagyon jól mutatja meg a könyv, hogy nem egy égből jövő villámcsapásszerű szerelemről van szó, hanem egyszerűen csak elkezdenek egymásra hangolódni a szereplőink. De mielőtt belemennék ebbe, el kell mondanom, hogy a történet legeleje nagyon-nagyon sok információt tartalmaz. Nem gondoltam volna, hogy rögtön belecsapunk a lecsóba, és mindenféle spirituális dolgot megtudunk Annabella életéből, de így történt. A történet legeslegelején már láthatunk tarotkártyavetést, láthatunk ingával való meditációt, tisztítást, láthatjuk, hogy Annabella életét teljes mértékben áthatja ez az egész spiritualitás, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a háttér történetébe is beleláthatunk a nőnek, méghozzá abba, hogy milyen problémák hívták elő nála ezt a fajta megoldó rendszert, ezt a spiritualitást, mert például rettenetesen félt anyává válni, félt a gyerekneveléstől, ami nagyon-nagyon érdekes volt szerintem. Láthatjuk a különböző előző életeit Annabellának, láthatjuk, hogy a lélek az nem hal meg, hanem újra és újra születik, és tényleg mindenféle spirituális dolog megfordul ebben a kötetben. Na most én a spiritualitással nem vagyok nagyon szoros kapcsolatban, viszont anyukám rettenetesen sok ilyen könyvet olvas, ő csak olyan könyvet olvas, ami spirituális, és ő nagyon éli ezt az egészet, úgyhogy így ezáltal elég sok mindent tudok erről. Ezeknek van egyébként alapja, és én valamennyire hiszek ebben. Nem annyira, mint Annabella, és nem használok a mindennapokban ilyen eszközöket, de szerintem van létjogosultsága az ilyenfajta spiritualitásnak, és én örülök, hogy erről többet tudtam meg. A történet legelején már minden ilyenbe belekóstolhatunk, és emellett látjuk Annabella családi életét, és látjuk a karrierét, és ez nekem nagyon tetszett. Nagyon-nagyon sok húrt pendített meg a szívemben egy-egy probléma, meg témakör, és
érdekes volt és jó volt, hogy ezeket nagyon jól pontolgatta Peller Marian, tehát szinte minden probléma végére kaptunk egy pontot, még akkor is, hogyha tovább kell dolgozni a szereplőnek mindezen. Azt mondhatom, hogy ebből a könyvből süt az a pozitivitás, az az életigenlés, ami Peller Mariant is jellemzi. Emiatt, bár tele van problémával a könyv, és a szereplőnek folyamatosan dolgoznia kell saját magán, és a saját maga megismerésén, elfogadásán, de mégis egy életigenlést képvisel ez az egész történet, hiába van benne lényegében egy nagyon nagy probléma, és ez a nagyon nagy probléma a házasságtörés témaköre. Ugyebár ez egy szerelmi háromszög, és láthatjuk Annabellát, aki örlődik, mert van egy tökéletes kapcsolata, de ez mondhatni kihűlőben van, ez egy nyugodt, otthoni környezet, egy biztonságos környezet, de a túlfűtöttséget, az izgalmat, azt nem tudja hozni. És ezt egészíti ki Blaskó János karaktere, aki hamar kiderül, hogy egy más szinten is kapcsolódik Annabellához, mert nagyon-nagyon fontos a könyvben ez a láthatatlan dimenzió, amiben ugye a lelkek vannak és minden ilyesmi, ami a spiritualitáshoz kapcsolódik. Na most nagyon érdekes volt és megdöbbentett, hogy Blaskó János karaktere is valamennyire spirituális volt, és pontosan ezért tudott kialakulni ez a kapcsolat a két szereplő között. Hamar kiderül, hogy nekik nagyon-nagyon hosszú múltjuk van egymással, és ezt az egész szerelmi háromszöget, ami mondhatnánk, hogy lerágott csont, egy nagyon más szempontból látjuk ebben a könyvben, méghozzá spirituális szempontból. Hogy hogyan harcol Annabella a spirituális oldalon ezzel az egésszel, hogyan próbálja ezt az egészet lezárni, tisztítani, és tényleg ellent mondani ennek az egésznek, mert tudja, hogy ez rossz. És ez egy érdekes elgondolás, mert sokszor gondolkodunk azon, hogy hiába tudjuk, hogy rossz, amit teszünk, hiába tudjuk, hogy hosszú távon nem lehet tervezni ezzel az izgalmas kalanddal, amit a másik harmadik személy képvisel, mégis belemegyünk, és hogy ez mégis miért lehet. Ezt boncolgatja ez a kötet. És mondhatnám azt, hogy ez egy romantikus történet, de igazából ezt Peller Marian is nagyon jól megfogalmazta, hogy ez sokkal inkább egy lélektani kötet, mert a cselekményen nincs túl nagy hangsúly. Pontosan azért, mert nem történik benne sok minden. Viszont annyi dolog történik, hogy izgalomban tartsa az olvasót, ezért sokkal inkább Annabella lelkére fókuszálunk, a spirituális életére, és arra, hogy hogyan próbálja saját magát fejleszteni, és hogyan próbálja ezáltal elengedni, vagy harcolni ezen a kapcsolat ellen. És ez szerintem teljesen egy legitim dolog volt, mert erről én nem sűrűn olvasok, romantikus történetet, szerelmi háromszöget így még nem olvastam ilyen megközelítésben, és ezért különleges ez a kötet. Segített abban, hogy jobban megértsem a spiritualitást, hogy jobban megértsem azt, hogy miért hisznek ebben az emberek. És láthatunk itt egy testvért is, Clarit a történetben, és itt nagyon azt éreztem, hogy Peller Marian a saját testvéri kötelékét viszi bele a történetbe, ami szintén egy annyira különleges dolog az életükben is, hogy nagyon jól elfért ebben a kötetben, és egy új pozitív szálat hozott bele. Ez egy nagyon erős hangulatú könyv, és egy nagyon erős egyéniség maga a könyv is, meg szerintem az író is, szóval mindenki az alapján fogja eldönteni, hogy mennyire tetszik ez neki, hogy mennyire jön be neki ez a stílus, amiben ez a könyv íródott. Úgyhogy végül 4 csillagot kapott az 5-ből a kötet. Nagyon különleges élmény volt olvasni ezt a könyvet, tényleg nem olvastam még hasonlót. Ezt tudom elmondani nektek erről a könyvről. És akkor most megmutatnám nektek Szabados Ági időnyerőjét. Maga a borító is nagyon különleges, József Attilától egy levelet olvashatunk itt, és ez dombornyomot meg minden, csodálatosan néz ki, van hozzá könyvjelző is, és ez az időnyerő lényegében egy örök naptár, tehát bármikor használható naptárként is, ezen kívül pedig önismereti könyv, ezen kívül pedig napló. Van egy könyves részlege is, viszont a könyv többségében az önismeretre fókuszál, és ezért nagyon is egybecseng a Peller Marian kötete, úgyhogy megmutatnám nektek, hogy milyen oldalakból áll, mit lehet ezzel a könyvvel csinálni, és aztán döntsétek el, hogy mennyire jön ez be nektek. Szerintem gyönyörű, én már csak ezért is szerettem volna megkaparintani, de megdöbbentett, hogy milyen feladatok vannak benne, és ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy lássuk is. Tehát, így néz ki maga a kötet. Nagyon-nagyon szép. És akkor, ha kinyitjuk, ezt látjuk, időnyerő öröknaptár, tervez, olvas, ismerd meg magad, Libertin könyvkiadó.
És rögtön itt be kell írni a személyes adatainkat, ezt most nem fogom kitölteni. Itt van egy kis levél Szabados Ágnestől. Ide rakhatjuk a céljainkat és a mottónkat, ezt így évelején szeretném majd kitölteni. És akkor különböző részekre van osztva a könyv. Az első rész a boldogság. Na most itt, már is itt van az első különlegesség. Kosztolányi Dezső Boldogság című művéből láthatunk itt néhány oldalt, és ezután van egy ehhez kapcsolódó feladat. A mit tesz igazán boldoggá téged? És egy csomó mindent ki kell tölteni ezzel kapcsolatban, és mindegyik ilyen rész ilyen feladatokkal van megtűzdelve, ami szerintem egy remek ötlet. Aztán van benne havi tervező, ez többször is felbukkan, illetve heti tervező, ami szintén többször felbukkan. Ezen kívül pedig mindenhol vannak jegyzetrészek, és mindenhol vannak irodalmi idézetek is, ami szerintem nagyon-nagyon jó. Láthatjátok, hogy mennyire nagyon-nagyon szép és letisztult ez az egész kötet. És ezután jön a könyves világom, amit mindenképp szerettem volna megmutatni, mert hát nekem ez a kedvencem. Itt van néhány tipp, hogy hogyan olvas tudatosan. Könyves kívánságlista, könyvek, amiket elolvastam, itt lehet őket vezetni. Kedvenc idézeteim, kihagyhatatlan könyvek, ezt az oldalt fogom mindjárt kitölteni. És itt van valami, amiben tárolhatunk, nem tudom, jegyzeteket. És akkor a kihagyhatatlan könyvek oldalt fogom kitölteni. Olvasom, hogy mik a kihagyhatatlan könyvek, és be fogom x-elni, hogy mi az, amit már olvastam ezek közül. A gyűrűk ura. Igen. 1984. Igen. Büszkeség és balítélet, igen. Egerek és emberek, még nem, de tervben van. Ne bántsátok a fekete rigót, igen. Jane Eyre, igen. Üvöltőszelek, igen. Legyek ura, igen. Hamlet, igen. A nagy Gatsby, igen. Pál utcai fiúk, egri csillagok, nem. Nem nagyon van hozzá kedvem, mert rossz emlékeket idéz. Utas és holdvilág, igen. Abigail, azt még nem. Édesanna, igen. Sorstalanság, igen. Iskola határon, az is egyszer tervben van. A gyertyák csonkigének, igen. Piszkos Fred a kapitány. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt hozza ide a kihagyhatatlan könyvek listára. Nem, nem olvastam még. Harmonia Celestis. Hát ez nem is tudom, hogy mi, de ezeknek utána fogok nézni. Zaphegyező, igen. Az üvegbúra, még nem. Szép új világ, még nem. Állatfarm, igen. Harry Potter sorozat, igen. Oké, most jön a második oldal. Moby Dick nem, de nagyon szeretném. Az öreg halász és a tenger, igen, Anna Karenina. Hát ezt sajnos nem jelölhetem be, mert próbálkoztam, de nem tudtam elolvasni, viszont amúgy nagyon szeretem a történetet, és láttam már. Isteni színjáték, igen. Úton, nem. Kisherceg, igen. Alice Csodaországban, hát nem mondom, hogy olvastam már. Egyszer akarok egy normális kötetet, és akkor majd azt elolvasom belőle, de amúgy szerintem már olvastam. Frankenstein, igen. Közöny, igen. Robinson Crusoe még nem, Virágot Algernonnak vagy Algernonnak igen, Karácsonyi ének igen, Huckleberry Finn kalandjai, nem is hallottam még róla, úgyhogy nem, Szállak a kukfészkére, nem, nagyon gyűjtöm hozzá az erőt, de félek, hogy nagyon meg fog rázni, a 22-es csapdája szintén, úgyhogy még azt sem, egy Gése emlékiratai volt már a kezemben, de nem olvastam, Ulysses még nem, de tervezem, Előttem az élet nem, Az eltűnt idő nyomában nem, Iszony, nem. A Gólya Kalifa, igen, nagyon szerettem. Az Aranyember, nem. Tanár úr, kérem, úgy emlékszem, hogy olvastam, de inkább nem jelölöm be, mert nem vagyok benne biztos, hogy végigolvastam. Árvácska, nem olvastam. Tóték, igen. Tehát így néz ki az én listám, ennyit olvastam már belőle. Hát egész sok, de lehetne jobb, még dolgozom azon, hogy meglegyen néhány, a többire pedig ránézek, amit nem ismerek, mert érdekes, hogy ezek kerültek ide. Ez volt tehát az időnyerő, aminek lényege, hogy nyerjünk időt önmagunk önvizsgálatára, nyerjünk időt mindenre, amit szeretnénk elérni, és ebben tudjuk ezt vezetni. A borítón felhasznált József Attila Levelek Galamb Ödönnek kézirat a Petőfi Irodalmi Múzeum engedélyével jelent meg. Ez látható tehát itt egészen pontosan. Én örülök, hogy megvettem ezt a kötetet. Szerintem segíteni fog ez a tervező, ez a naptár abban, hogy tudjam vezetni a saját dolgaimat, és nagyon várom a feladatokat, az önismereti feladatokat, mert belolvasgattam, és egészen jóknak tűntek. Ez volt tehát az időnyerő. Én ennyit szerettem volna mára, remélem, hogy meghoztam a kedveteket vagy ehhez a két könyvhöz, vagy pedig nézzetek szét a Libertin könyvesboltban.
Örülök, hogy bemutathattam nektek ezt az új kiadót, ezt az új kezdeményezést Szabados Ágnestől, és ennyit szerettem volna mára. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!